Ötcsillagos értékelést kapott három kategóriában az akváriusz, élmény és gyógyfürdő nyíregyházán, így a park, az élmény és a gyógyászati részleg is a legjobb minősítést érte el a Magyar Fürdőszövetség vizsgálatán. Hazánkban az 550 fürdőből mindössze négy rendelkezik hasonló eredményekkel. A hétvégén nyitottak a strandok, az idei szezonról, tervekről, fejlesztésekről beszélgettünk Podlovics Roland Alasóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatójával. Jó estét kívánok! Köszönöm. Jó estét kívánok! Mindenek előtt gratulálok ez a szép minősítéshez. Gondolom, hogy nagyon komoly előkészítő munka előzte ezt meg. Köszönjük szépen, mindenféleképpen ez egy csapatmunka volt, és egy dolgozóknak is, aki minden saját területén részt vett ebben a munkában, én szeretném megköszönni azt a munkát, amit a Fűrészövetség most minősített. 2014-ben indult el az a munka a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Fürdőszövetség között, hogy hasonlóan a Hotel Stars minősítéshez különböző kategóriákban lehessen minősíteni a fürdőket ez e, tulajdonképpen a vendégek számára egy megnyugtató, hiszen e, nem éri meglepetés. Ez a három, négy vagy öt csillag éppen, ez nyilvánvalóan egy olyan szempontrendszer alapján, és egy olyan független minősítő bizottság által e, értékelve kerül meghatározásra, hogy elvileg és gyakorlatilag is az ország bármely pontján hasonló adottságú fürdőket kell, hogy találjon ezek a csillagok mögött a vendég. 2016-ban kezdtük a minősítést, tulajdonképpen egy ötfős szakminősítő bizottság jött Nyíregyházára, megvizsgálták strand, délményfürdő és a gyógyászatot is, és valóban több fürdőt minősítettek már az országban, és egy-egy kategóriában öt csillagot kaptak, de, de az élmezőnyben az a négy fürdő itt, és hát ezek nagy fürdőkről van szó, tehát a Sárvár, az Alakaros, Gyula, Hajdoszoboszló és most Nyíregyháza, melyek több kategóriában is minősítették magukat, és mind a három kategóriában öt csillagot tudtunk elérni. Mind a gyógyászatunk 2015-ben adtuk át a legmodernebb épület, tehát önmagába a széles szolgáltatási skálájával, az állandó orvos jelenléttel, a megfelelő végzettségűs gyakorlattal rendelkező szakápolókkal, tehát összességében nem csak az infrastruktúrális háttér, a kezelésszám, hanem maga ezt a minőség és ez a színvonal is értékelésre került. Hasonlóan pedig a strand és élményfűdő kategóriában. Ott pedig azt szeretném kiemelni, hogy ez nem feltétlenül csak amit a vendég lát, hogy milyen nagyok a medencék, mennyi élményelem van, milyen csúszdák találhatóak, hanem azért itt a, a boszorkány konyhába is lenéztek, hogy milyen beszélni, a technológia, az elmúlt években milyenek voltak a vízminta eredményeink, amelyeket nyilván havonta rendszerességgel, szezon előtt is közben is, mind az ANTS felé, mind pedig saját önkontroll vizsgálatok is vannak. Na most visszamenőleg ezeket mi, mi naplózunk éveken keresztül, és például ez is egy szempont volt, hogy ha az elmúlt évben a vízmintáknak az eredményei milyenek voltak. Tehát ez egy komplex vizsgálat volt. Büszkék vagyunk rá, és bízunk benne, hogy ez az öt csillag, hogyha valaki bet Hozzánk, akkor egyértelmű számára is, hogy megérdemelten kaptuk ezt az ötcsillagot. Nagyon fontos, hogy ez egy, ez egy nemzeti védjegy. Öt évre írtuk alá a használati jogosultságot, tehát öt év múlva ez újra minősítve lesz, és közben is lesznek ellenőrző minősítések. Tehát ez nem arról szól, hogy most egyszerűen úgy megráztuk magunkat, mint a rossz diák, és sikerült egy ötös szereznünk a, az iskolában, hanem ez arról szól, hogy ezt a minőséget nekünk folyamatosan fenn is kell tartani, annak érdekében, hogy a későbbi minősítések is jelentkezzenek vizsgálatok során is megmaradjon ez az öt csillag számunkra. Mi az, amit vár a gyógyfürdő ZRT ettől a minősítéstől? Én azt gondolom, hogy ez inkább a munkának az értékelését jelenti, és természetesen a vendégek számára egy olyan, egy olyan jelzést, hogy, hogy, hogy nyugodtan jöjjenek minél többen hozzánk. Hála Istennek eddig is nagyon népszerű a strandunk. Tavaly évben, amikor azért a, a tavalyi nyári szezon az nem kifejezetten a strandoké volt, hogyha így fogalmazhatunk, hiszen több olyan hétvége volt, amikor az időjárás mondjuk azt, hogy inkább tavasziasnak volt mondható. Ennek ellenére is a tavalyi évben 500 ezer fölötti látogató számot produkáltunk. Nyilvánvalóan ez valamennyi fürdőt jelenti. Én azt gondolom, hogy az idejében is sikerült, a jól lefolytatnunk a felkészülést, a sandaz az zöggenőmentesen szombaton megnyitotta a kapuit, az élményfürdő ugye egész évben működött, a, a jövő héten fog megnyitni. Tehát összességében én, én azt bízom benne, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk, és a, a jó Isten most ránk tekintés, a 2017-es szezon az egy igazi strand szezon lesz, és nagyon jó meleg idő lesz, mert hogyha ez így történik, akkor én bízom benne, hogy azok a számok, amit mi az üzleti terben a tulajdonos elé letettünk, azok teljesülni fognak. És mennyit bír el egyáltalán a gyógyfürdő látogató számban, hát. és akkor így nem csak a gyógyfürdő, hanem egy picit maga sóstó, hiszen van egy befogadó képessége. Van Természetesen jön. van egy befogadó képessége, azért itt egy 10 hektáros ősparkról beszélünk, hogy is fogalmazzak, hogy csak, csak a, a, az öltöző kapacitásunkat a strandfürdőben 6000 öltöző, szekr, öltöző kapacitás van, ez szekrényt jelent, illetőleg válfás vegyesen. Az élményfürdőben közel 1000 öltöző kapacitásunk volt, tehát ez a minimális létszám, ez egy idejű bentartózkodással. Nyilvánvalóan azért a fürdőzőknek van egy, van akik korábban érkeznek reggel már nyitáskor, és hát a délután felé ők már elhagyják. Én azt mondom, hogy egy napi forgalomban azért a 8-9 ezer megfordulhat Nyíregyházán az élmény és strand és Mennyit várunk, mennyi, mi az a szám, amivel elégedettek lennénk. 2012-ben volt nagyon jó nyári időnk, és akkor közel 250 ezer vendéget fogadtunk június, július, augusztusban. Én mindig azt mondom, hogy a 12-es számunkkal abszolút elégedettek lennénk bármelyikében. És ezen felül még a túlfürdő látogatottsága, a nyári, július fürdő, tehát abban az évben 310, 18 ezer vendég volt a három hónapban, a június, július, augusztusban, és a maradék nyilván a szezonon kívüli hónapokban jött hozzánk. Mi az elsődleges koncepció a fürdővel kapcsolatban? Nagyon jó, hogy itt mind a három kategória ötszillagos minősítést kapott, de például a gyógyfürdő az a... Pihenésre vágyóknak az elsődleges célja. A strandfürdő az a családoké, az élményfürdő az a zsongás, illetve vannak fesztiválok, amiket szerveznek idén is, az pedig kifejezetten egy zajos, hangos történet. Hogyan lehet ezt összesimítani? Hát egyrészt ugye maga a fejlesztéseket úgy építettük fel, hogy azért a, a gyógyászati szárny egy teljesen új szány külön ö, ö, medencetérrel, és ez teljesen is van szeparálva a wellness vendégektől. Maga a strand az egy, az egy egész nagy terület, ugye különböző szegmensek vannak, hogy miért családi turizmus talán a legerősebb nekünk nyári időszakban, hiszen alapvetően a családok érkeznek, igen. Viszont a maradék szezonon kívül időszakban nyilvánvalóan a hétköznapi a gyógyturisták számára egyított, és a az az egy egynapos átutazó szlovákiámmal érkező családok az. Örülünk neki, hogy elindult a szállodaépítés, a négy szálloda modern városok program keretében a magyar kormány támogatásával az önkormányzat el tudta indítani ezt a beruházást. Nyíregyházának már nagyon kell, kell egy nagy szálloda, kellett egy nagy szálloda, 122 szobás négy szálloda, aminek amellett, hogy össze lesz építve a fürdővel, így tulajdonképpen száraz vagy papucsal át lehet menni a, szállodából a fürdőbe, Lényeg de mi vagyunk a wellness részlege, úgy egy, 6000 négyzetméteres wellness részlege a szállodának, van egy 200, lesz egy 200 fős konferencia terem is, a mais a, a lényegében ez, ez lehet egy olyan plusz a sóstónak szezonon kívül időszakban is, akár nyáron is, de jellemzőbb azért nem a nyári időszakban, a, a, nagy konferencia időszak az mindig szeptembertől indul. Úgyhogy összességében ez a három főszegmens, aki érkezik hozzánk, és hogy, hogy mire operálhatunk, vagy miben bízhatunk abban, hogy sóstó speciális és talán elmondhatjuk, hogy a sóstói fürdők, vagy, vagy a, e, megkülönböztethetjük olyan értelemben is a más fürdőktől, a versenytársoktól, a konkurenciától, hogy nem jellemző azt, hogy egy fürdő területen több fürdő legyen. Ha több fürdő van, az még egyébként nem jellemző, hogy legyenek épített fürdők, itt egy műemléki fürdő, a fürdőház, az mi már beszéltünk, és még mellette Szerinten egy szabad vizes, egy tófürdő. Mit? Tehát ez a három, ez abszolút. Az pedig, hogy tulajdonképpen, hogyha egy képzeletbeli körzőt leszúrok a sóstó közepére, és egy kilométeres körbe ott van az a csodálatos állatkert a 30 hektárába, a múzeumfalú, a kalandpark, a fürdő, és egyébként ez a csodálatos két tó, meg a közterületek, tehát itt igazából élményeket tudunk adni az ide érkező turistáknak, és nagyon fontos, hogy nem egy vagy két napos élményeket, hanem itt azért egy teljes hetet tartalommal lehet megtölteni, mindenkit várunk, hívunk szeretettel, elkezdődött a nyári szezon, bízom benne, hogy minél több vendég fog hozzánk érkezni. Így legyen. Bodlovics Roland, köszönjük, hogy vendégünk volt ma este. Köszönöm szépen.